A zuhogó eső sem tántorította el a Komárom Európa Futó Egyesület tagjait. Az elmúlt szombaton 7 órakor a polgármesteri hivatal épülete előtt intettek búcsút városunknak, ahonnan Szászsebesre, Komárom testvértelepülésébe tartottak futva és kerékpáron. Az alkalommal Turi Bálint alpolgármester köszöntötte őket és tolmácsolta a városunk üzenetét. Ez volt a tervünk, hogy a testvérvárosokat látogatjuk körbe. Tavaly egy kisebb távval kezdtünk, 360 kilométer Sosnavéhez volt. Az idén egy kicsit ráteszünk erre, egy 600, ha jól nézem pontosan, 625 kilométeres távolságot fogunk futni, és Szászsebes a idei célunk, mint az egyik romániai testvérvárosunk. Csupán futásról van szó, mert ugye tavaly előkerültek a kerékpárok is. Nem, az idén is hasonlóan csináljuk, tehát futók és kerékpárosok is megteszik mindezt a távot együtt. Szászsebesi alpolgármester is a jelenlegi állások szerint fogadni fog bennünket. Ez azt jelenti, hogy 5 napot futunk, tehát szombat, vasárnap, hétfőket. Szerda délután 5 óra körül fogunk beérkezni a városba, és ott találkozni fogunk velük. Milyen terep ez nektek? Kellemes. De a városi terep végig? Nem. Hát ugye itt kifutunk, amit Magyarországon ismerünk, Tata, Környe, Székesfehérvár, Dunaföldvár, Gyula, és ott kelünk át utána a román határa, és ott pedig a Körösföldjén keresztül megyünk. Remélem, hogy a hegyeket azt csak látjuk, és nem kell igazán megpróbálnunk. Tehát az 5 napból az 3 az ilyen síkvidéki bicó lesz, és 2 az, ami egy kicsit keményebb lesz. Célkitűzésük szerint 10 kilométeres távok után váltásban futották le a Szászsebesig tartó útvonalat. Volt, aki ezzel a több mint 600 kilométeres távval sem elégedett meg, sokkal többre vágyott. 4 fő biciklista még hozzácsap ehhez egy aldunai túrát, és még 5 nappal meghosszabbítja ezt, és végigmennek a Vaskapóig, egészen gyönyörű tájakat megnézik. Komárom vendégszerető város hírében áll, testvérvárosi kapcsolatait pedig tiszteli, és igyekszik minden területen ápolni azt. Szászsebes és hosszú kapcsolat, és természetesen tartjuk kapcsolat összes többi testvérvárosunkkal. Úgy gondolom, hogy minél több tartalommal van megtöltve egy ilyen kapcsolat, annál jobb, annál elevenebb. Most jelen pillanatban Szászsebesse futnak el és kerékpároznak el, de mint ahogy hallottuk, ezt megteszik az összes többi testvérvárosunkkal is. Úgy gondolom, az egyik szép kifejezése, formája a barátságnak, és ahogy mondtam, minél több szállal kötődünk egymáshoz, annál jobb. Üzenetet visznek el, barátüzenetet. Tehát minden jót kívánunk a barátainknak ott kint. Egy csoportkép készült még a búcsú pillanataiban, majd megkezdődött a váltófutás, az első futó számára esőben, mely nem csorbította a lelkesedést.